Eleve én nem értem, hogy mi magyarok a vízilabdában hogy vagyunk ilyen jók lassan 100 éve. A feleségem megfejtett, azt mondta, eleve egy medencében élünk. Kérdés, hogy akkor mi van a kerékpározással, mert mi vidéken legalábbis minden ilyen tesztben, ahol fölmerül a kérdés, hogy sportol-e rendszeresen, igen, mennyit hát naponta 24-28 órát is akár, kerékpározok, mert mindenhova biciklivel megyünk, keresztanyád megy a boltba, 6-8 kosár felakasztva, az neki sport. És jelzem, hogy vannak kerékpáros sikerek, csak kevesen tudják, van BMX világbajnokunk is. És a múltkor láttam egy bemutatót, a színpad előtt állt két srác a biciklin, a pedálon, de nem volt letéve a lábuk így helyben. Hú, Flambár barátom egyszer csinált ilyet, de ő nem direkt. Annyira be volt rúgva, ment haza biciklivel, azt hitte kocsival van. Piros volt a lámpa, megállt. Nem tette le a lábát. Az arcát tette le. De ez a csávó ott állt, és a másikat helyből biciklivel átugrotta. Egy helyi erő kapaszkodott a színpad szélén. Így értékelt a mutatványt. Hülye gyerek. Úgy csinálja meg, hogy fenn van hátul a gázpalack. Én imádom a tévében nézni a sportokat. Tehát az, hogy a televízió van, nekem már azért a legfontosabb, mert mindent lehet látni. Bármilyen sport közvetítés, jó, nem a foci. Régen a foci miatt néztük, de most nem. Érthető okokból, hogy a sportközvetítések a legcsodálatosabbak. Egyrészt mindenütt van kamera, mindent látsz, még a víz alatt is. Hihetetlen, és a kedvencem, amit leginkább szeretek nézni, a toronyugrás, a műugrás. Ugye nekem ez egy igen létidegen sport, mert én a Hortobágyon nőttem fel ott, hogy honnan ugrottunk volna le és hova. Egyszer voltam Hajdúszoboszlón, és ott volt ilyen torony, és mentek fel a kis csávuk. Jaj, édesi, hagytam, jaj. És a negyedik sör után mondom, kis köcsök. Ezt kérem tudja megcsinálni. És elindultam föl mászni a létrán, ott addig jó, míg mászol föl, mert a lábadra koncentrálsz, hogy nehogy megcsúszson, és ráspárgázol a család ékszerre. És így felértem, 15 000 méternek tűnt. Gondoltam, visszamegyek, de 6 kis csávó már ott állt, hogy bácsi, tessék sietni. Ennyi lett volna a megoldás, de mi van, ha néznek? Úgyhogy leültem a deszkára, hogy kimegyek a végére, ott leengedem magam, és akkor nem olyan veszélyes. De a műugrók, hát esküszöm meghalok, a gyík testével fölmegy. Kigázol a deszka végére, kezében ez a szopirongyi. Miért mi? Azt mondja, egy csaj, az nem szopirongyi. Nem mondom, itt az okos, hanem mi? Az... Vileda. Mondom, akkor át fog csobbanni, hogy le kell mosni az ablakot. Nem, azért van nála a Vileda, felelt a hölgy. Ugye jobb lett volna, csendben maradsz. Hogy a szeméből kitörölje a vizet. Az ugrás előtt, ugye? Akkor a vízilabdás hogy menne már a medencébe búvárszivattyúval, mert ott vér is folyik. Megáll, így ledobja, mert akkor jött rá, hogy minek hoztam ide, ledobja. Na, onnantól jön a produkció, ami érdekes. Ruganyózik egyet, nem én, nem kell félni, nem mutatom. Ruganyózik, fel, 3-4 szaltó, sum, be a vízbe. Azt mondja a műsorvezető, nagyon szépen elcsobbant a versenyző. Ó, de hogy ilyen okost küldtünk, látod? Mire gondoltál, hogy visszapattan? Nem jég, víz, elcsobban. Jó szakkifejezés, és na, innen még izgalmasabb. A víz alatti kamerán látom, hogy bemegy a víz alá, és ami miatt nézem, itt látszik, hogy a gatya mindegyiken fennmarad. Én 10 éve nem ugrottam úgy fejest. Ha-ha-ha. Hogy térdig legalább le ne menjen. Pedig meg van kötve. Jó, hát itt a dombon, de hát... Hova kössem a fához, mi? Kimegyek a strandra, be a szekrénybe. Megkötöm. Mindig marad még benne. Meghúzom.
Nagyon, mert fejes fogok ugrani. Mert két nőt is láttam a füvön. Akkor a fiúk magatartása megváltozik durván. Ha úgy vagyok megkötve, hogy úgy nézek, mint egy szaloncukor, akkor jó. Mert megyek fejest ugrani. 3, 2, és... Oda megyek a kőhöz. Így is lehet baj, hogy egy köcsög méhecske ott van a fűben, rálépek. Összedől a rendszer, figyelni kell. Fellépek a kőre, néznek a lányok, ugrok egy fejest. Gatya le. Van egy ilyen fogalom, hogy férfi szemérem. De van. Olyan is van, hogy férfi higiénia. Az a szellőztetésen alapul, maradjunk ennyire. A férfi szemérem pedig az diktálja nekünk férfiaknak, hogy amíg rajtam a gatya nincs a helyén, az én arcomat élő ember nem lát. Vagyis még a víz alatt vissza kell szerezni a gatyát. Nem könnyű, mert itt kinn a parton ugye húzza a fejemet a gravitáció, valameddig lenyúlok. De a víz alatt meg a felhajtó erő dolgozik ellenem, úgyhogy egy 7:9 hadmozdulat a víz alatt elég feltűnő. Plusz a seggen végig kín van, amit nem tudok. Nagyon durva. Akkor durvább, ha 2-nél több nőt láttam, mert akkor a két vérző agysejt a fejemben azt a parancsot adja ennek a testnek, hogy bicskát fogsz ugrani. De főnök. Azt fogsz. Ez nem opcionális, ez parancs. De hát főnök. Ez nem acélos izom már, ez híg gyíkfos. Akkor is! De főnök, a súlypont emelkedésem nem 70 centi, hanem 3 és vérsüllyedés. Bicskát fogsz! Akkor azt. A bicska a csajoknak mondom, mert lehet, hogy tésztese veszitek, mikor a pasi nektek bicskát ugrik, hogy ez nem úgy van innen oda be a vízbe, hanem innen megcélozott, hogy merre jár a nap. Mész fölfelé, elvileg. És amikor a csúcson vagy, ott becsukod így a bicskát, így, zuhansz, és mielőtt becsapódnál, kinyitod, és nem becsapódsz, belecsobbansz, mint a nyomorult műugró, hanem közzé siklasz a vízmolekuláknak, mint egy kártyalap. Elvileg. Gyakorlatilag én tudom, hogy nem lesz bántóan nagy íve az ugrásnak, úgyhogy már kint a parton megpróbálom elérni a bokámat, onnan rugom el magam. Hát, dobott már be valaki 6 személyes ebédlőasztalt a vízbe lapjára? Körülbelül úgy kell elképzelni. A múltkor a lángos sütő kijött, hogy mi volt, harcsa volt, rabolt? Ha zajosan vagy hülye, azzal az a baj, hogy mindenkor, hogy láttad, ki volt ez? És akkor át kell úszni az egész medencét víz alatt egy levegővel, és köztük kell állni, hogy hát ilyen, milyen emberek vannak. Meg a gatyát visszaszerezni a víz alatt, és hát kemény, és ugye, amikor végre elérem, hurrá, győztünk, megrántom, és nem győztünk. Mert Pötyike néni középső csoportban megtanított minket masnit kötni. És a masniban van az a két nagy hurok, az egyik biztos megtalálja a lábam ujját, és a rántás erejétől úgy ráhurkolódik, hogy azt csak foggal lehet kibontani, ugyanazzal az egy penészes levegővel a tüdőmbe, amit a szekrényből hoztam. Úgyhogy egy 7-9 és mikor feljövök, kezdtünk! Hú, hát kékzöld feje persze. Az összes úszómester ott van. Csákja, mentő mellény. Azokat megalázom. Menjél már arra vigyázzak, aki nem tud úszni. És akkor megcsapja az orrom a strandi lángos illata. Sportprogram lefújva. Partra szállás. Küzdök vissza oda, honnan beugrottam, olyan magas a fal, ahonnan én levetettem magam, lentről nagyon csodálatos, hogy mekkora hős vagyok, de kimászni ott nem lehet. Úgyhogy irány vissza a lépcső, ott se lehet, mert az összes öregasszony ott csattogtatja a fogát, mint a piranyák. Apám azt mondta, már 56-ban ott ültek. Középen kell kimenni, hol a feszített víztükör csak így átbukik a beton szélén, oda elsportolok, kilököm a lábam, beakasztom a beton szélébe, kinyúlok! Olyan is becsípődik a derekam. Mégiscsak vissza kell hívni az úszómestereket, hogy vegyenek ki.